Na, hát akkor folytassuk egy vektorautoregressziós modellezéssel a mai napot. Tehát nagyon egyszerű kis modellt mutatnék be. Igazából a forint, euró, akkor kamat prémium, inflációs prémium, tehát forint, vagy hát magyar, illetve mínusz cseh, kamatnál, inflációnál, hát ilyen portfóliótőke mozgást azt szerintem nem nagyon teszünk bele, akkor lesz egy dummy változó, ami reprezentálja azt, hogy amikor a csehek az euróhoz rögzítették a 27 koronás árfolyamon, vagy a euróhoz, tehát nem engedték tovább, hogy 27 koronánál jobban erősödjön az euró árfolyam, illetve lesz egy eurozóna recesszióját ábrázoló dummy. És hát aztán majd meglátjuk, hogy mi kell még bele. Fontos ugyebár, hogy differenciált adatokkal kell dolgozni, hogy stacionál legyen az input, tehát szeretnék utalni megvetek differenciával, kivéve a dummy. Na, akkor betöltjük. Next, 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 csak itt ellenőrizzük, hogy tudja, hogy mit kell csinálni. Ne kösd össze őket. És akkor utána quick, estimate var, endogénnek, akkor bejön a TZK, uff. Jaj, bocsánat, bocsánat. Igen, tehát első lépés, vagy negyedik lépés, hogy be kell állítani a range-et. Bár előrejelző modellünkről van szó. És itt jellemzően hát ilyen 80-20%-os dolgot szokott az ember használni, tehát hogy azt mondja, hogy a 80%-ra élesztjük a modellt, és utána a maradék 20%-on tesztelünk, hogy lássuk, hogy egyáltalán mennyire jó az előrejelző modell. Itt akkor igazából van nekünk 52 negyed évünk. Először 0,8. 42 negyed év kell. Hát 42, tehát 2017 Q2. Mind nyomtam range-et? Bocsi, sample-t kell. Nem is volt nekem, hogy ez nem ismerős formátum, csak most azért elég sokat frissült a Z-Views, mert most már jön ki a jövő évinek a vétája. Lassan majd fizetnem kell a új változat, ez még csak 41, akkor ez most már 42, 42 kellett, na! Akkor most jön a var. Tehát CZK, uff, és kamat prémium. Adunk neki egy inflációs prémiumot is. Hát, hát, jó lesz, hogy mondom, de. Dummy. Floor. Dummy recesszió. Alapvetően negyedéves adatoknál még negyedéves késletetést használni, mert az elég. Viszont a változó varba betöltési sorrendje az egy nagyon lényeges dolog. Tehát mindig, tehát nem úgy építjük föl a var modellt intuitíve, mint ahogy tennénk egy sima regressziónál, hogy y változás, akkor utána tü-tü-tü-tü-tü, jön az összes többi. Nem. Itt oksági sorrendben kell betölteni. Van egy videó a strukturális varokról, azt majd belinkelem ennek a videónak a végén, hogy mi indokolja ezt, de röviden és tömören a globálisan legfontosabb változót kell beletenni. Márpedig miután a hát mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag az infláció az, ami meghatározza
hogy a kamatlábak utána hogyan változnak, és utána ebből jön maga a devizapiaci árfolyam, igazából ezt a sorrendet érdemes beállítani, és utána majd megkeressük azt az egyenletet, ahol tényleg a csekkolon áll a zugsági oldalon. Várjunk csak, és... Ja igen, és még amikor az ember épít előre ez a modellt, tehát a látszik, hogy itt 2020-24-ig tart maga az idősor. Tehát, hogy itt az exogéneket, azokat be kell állítani, tehát annak elleni értéknek meg kell menni, akkor tudni lefutni. De ez itt most be van állítva, úgyhogy oké. Okay. Na! Van, és van modellünk, miért még neki állnánk örülni neki? Látjuk, hogy igazából itt a harmadik egyenlet az le is írja azt, hogy hogyan reagál, de miért még bármit csinálunk, reziduum tesztelés. Normális-e? Nagyobb, mint 0,05 a zsákbara teszt, meg a P értéke, úgyhogy normális. Tehát lehet vele előrejelzni, hogyha ez nem normális, akkor növeljük a legszámot, bevonunk még dummy változókat, mert hogy egyébként különben nem lehet vele előrejelzni. Autokorrelálatlan az idősor. Hát itt mondjuk van benne egy kis autokorreláció első késletetésen, de aztán utána szokik róla, úgyhogy mondhatjuk, hogy jó. Na. Akkor utána nézzük meg az impulzus válaszfüggvényét is. Csekkoronára milyen tényezők hatnak. Hadd rá. Az inflációs különbség, látjuk, hogy nem. Ami hat rá, az a kamat prémium. Viszont, hát itt ugye bár ez egy 95%-os konfidencia intervallum, ami annyira, hát nem feltétlenül hatékony. Úgyhogy, hát ez 1-től 4-ig. Csak ha újra kéne futtatni, akkor igazából ezt a scriptet az ember tudja újra használni. Valamint a tehát rövid távú kapcsolatok lehet, hogy jobb egy hosszú távú kapcsolatot nézni. És akkor bocs. Ja igen, téged el kell menteni. Összesen csak háromban. Tényleg, igen. Na. Ez azért jó, mert ebben az esetben megkapjuk a középértéket. Ez pedig a standard hiba. Hát ezt most vissza konvertáljuk. Kontinentális ponton, hogy tizedes veszővé. Akkor a prémium
CZK, uff. És akkor utána jön a 68-as konfidencia intervallum, ami azt jelenti, hogy plusz, minusz, 1, s, e távolság. Erről vannak szép cikkek az interneten, hogyha beírjátok. Akár Google-ba, akár ezek pedig a lecsengéseknek a negyedévei. Hogyha beírjátok akár EBSCO-n, akár Google-ben, akkor látszik, hogy direkt VAR modelleknél szoktak ilyen egy standard hibás konferenci intervallummal dolgozni. Egy picit följön megvesztjük. Akkor ide beírjuk, hogy ez egy standard hiba. Ez pedig a plusz egy. Ez egyébként azért is jó, mert némileg gusztábbnak néz ki, hogyha az ember nem az évjúzós kimenetet másolgatja be utána a későbbi munkájába, hanem egy ilyen Excelben már megrágott és kicsit szebben kinéző dolgot. Tehát ezt így is úgy is valaki kell gyűjteni, úgyhogy így legalább 95%-os konfidencia, de van az a kettő standard hibás. Hát értem szerint is megfogjuk ezt. Minusz kétszer standard error. Ez plusz kétszer standard error. Jó. És akkor utána igazából nincs más hátra, mint fogni három újjukat. Ezek ráadásul akkumuláltak, ezt hát igazából így szeretik készíteni. Akkor itt utána jön egy kis szépészeti beavatkozás. Gyorsan megálltam a videót, hogy ne kelljen ezt megnézzetek. Na, tehát szépen feliratoztam. És akkor hát itt látszik, hogy az a variancia dekompozíció az igazából sokkal szűkebb konfidencia intervallum mellett is értelmezhető, bár mondjuk az eredmények azok hát még itt igazából azt mondja, hogy na hát a forint esetében, hogyha magasabb az infláció Magyarországon, akkor a forint gyengül. Hogyha egy negyed év, egy előző negyed évben történt egy ilyen inflációs különbözet növekvés, egyébként 5 év vagy 5 negyedéves időtávon megvan egy ilyen feedback,
amikor visszapattan, de összességében látjuk, hogy amúgy aztán nincs hatás. Ha, ami érdekesség, hogy itt viszont a kamatlábnál viszont van egy ilyen, ha magyar forint kamat megugrik, akkor valamiért a forintra az gyengítőre hat a koronával szemben. Sőt, itt látszik, hogy utána ez visszatér a hatodik negyed évben, sőt visszatér a nyolcadik negyed évben is. És egyedül itt, ahol... De az a lényeg, ugyebár a intervallumok értelmezése során, hogy mindegyik egyedüljele ugyanaz legyen, tehát hogyha a középérték pozitív, akkor a konfintervallumnak is pozitívnak kell lenni, tehát ez mondjuk itt például. Ez a konfidenci intervallum meg ez is negatív, tehát itt nem szignifikáns az eredmény a másik negyed évnél. De itt mondjuk a 9 negyedévnél szignifikáns. Tehát, hogy interjúvel az ember azt mondaná, hogy ez egy fordítva fog menni, de ez ilyen. No, ezzel most már eleget legúztunk, úgyhogy nézzük meg forecast. Üzemmódban mit lehet tenni? Igen, ez egy borzasztó tulajdonsága. Csak cancel. Ma esetleg látjuk a forecast. És 2017. Q4-től 2020, meddig van nekünk ez feltöltve? Q4-ig. Tip-tip-tip-tip. Na hát itt vannak a különböző RMS-ek, ezek igazából akkor számít, hogyha még futtatunk egyéb modelleket, tehát hogy mit még beteszünk egy portfólió tőkáramlást, vagy Európai Központi Bankról bármilyen adatot, vagy további dolgot, ami a monetáris politikát, vagy egyéb paramétereket jellemez, vagy mondjuk egy output gapet, vagy bármi mást, és akkor az ember nézegeti, hogy az RMS-e mikor lesz kisebb, vagy a MOE. Mind a kettő, az egyik a MOE, az a középértéknek a bias-ét mutatja, hogy mennyire találjuk el a középértéket, az RMS-e pedig a szórást jelzi. És akkor hát ez mind a kettőt az ember próbálja minimalizálni. És hát itt bizony látszik, hogy a szegény kis forint esetében hát ez abszolút nem akar szignifikáns lenni. Persze itt is két standard hibás a hibatagunk, de még hogyha megfelezzük, akkor is, hát ez bőségesen nem lesz itt szignifikáns ez az előrejelző modál, úgyhogy erre mondják azt, hogy ez egy sokkal kifinomultabb műfaj, tehát itt nem lehet csak azt mondani, hogy na, futtatjuk a modellt, aztán utána látunk valamit, itt azért el kell belebabázni, mert lehet, hogy statisztikailag jó a bemenet, mint ahogy láttátok is, csak képességgel. A kimenet utána nem lesz értelmezhető jó. Na, ez volt a VAR előrejelzés.